A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám támogatója és házigazdája Kovács Kata ceremóniamester. A műsorszám támogatója a Beat étterem. Köszöntöm Önöket, ez itt a Mennyasszony barátnője. Utolsó adásunkban egy 40 éve Frígyben élő boldog házaspárral fogok beszélgetni, akik azt is elárulják nekem, hogy mi is a boldog kapcsolat titka. Tartsanak velem! január 18-án, ez egy vasárnapi nap volt, és a Szent István teremben akkor diszkó volt, és ott egymás mellé ültünk, és később megkérdezte, hogy elmennék-e vele táncolni. Így kezdődött a fehérvári Pálfiné Nagy Mária és Pálfi László megismerkedése az 1980-as évek elején, s ettől a bizonyos első tánctól kezdve a mai napig együtt ropják az élet parkettjén, szeretetük, megértésük töretlen egymás irányába. Kalandos időutazásra invitálom a nézőket, 4 évtizednyi szerelemről beszélgettünk. Nem voltam 18, és azóta tart. Ugye akkor voltam a Telekibe, érettségiztem, oda jártam. A Laci meg már egyetemre járt Budapestre. Tehát hétvégén találkoztunk csak. Látásból ismerősek voltunk, egy általános iskolába jártunk, igen, két év különbséggel, csak hát ellenkező irányba laktunk az iskolától. Ő a Homoksor felé, én pedig a Maroshegy felé mentünk haza. Tehát úgy nem találkoztunk, ott találkoztunk mindig az iskolában. Azaz szó szerint különböző utakat jártak, de ez nem lehetett akadálya annak, hogy a szerelmesek kapcsolata előbb vagy utóbb kiteljesedhessen. Negyedéves voltam az egyetemen, akkor már meg volt az esküvő, és akkor összeköltöztünk, konkrétan akkor, Fehérváron rögtön, ott, ahol most is lakunk, és hát azóta, 84, 17, 18, Ilona nap. Ilona napon. Közös céljaink vannak, olyan célok, amelyik elérhetőek. Tehát nem elérhetetlen, mind elérhető cél, együnknek se kell több. Igen. De azokat kitűztük és mind elértük. 87-ben született meg a lányunk, Kati. És akkor így, tehát hát ilyen hétköznapi életet éltünk, akkor még nem nagyon jártunk utazni, nem volt rá még lehetőség sem, de annyira még igény sem. Nyaralni mindig elmentünk minden évben, a gyerekekkel, minden évben. Azért manapság ezt látjuk a saját gyerekeinken is, hogy ők már közösen csinálnak mindent. Hát ez nem így volt. Elmondásuk szerint teljesen más volt akkor és ma a gyermekvállalás fogalma, hiszen korábban a férfi dolgozott, az édesanyja pedig otthon volt a gyermekekkel. Mára szerintük ez átalakult. 6 év van a két gyerek között, akkor már kicsit hosszú volt, mert akkor én már 30 éves voltam öreg. Tehát a mai szüléshez képest, a második gyereknél. És akkor ott a környékben, mert hát kint lakunk az őrhalmi szőlőkben, tehát nem a belvárosban, akkor még nem vezettem autót. Busszal azért kicsit macerásabb volt, és akkor azért már úgy vágytam vissza, hogy dolgozhassak. Én úgy gondolom, hogy ma már a gyerekvállalás egy kicsit elhúzódik, tehát későbbre tevődik. Addigra már az anyukának is a karrierje elindul fölfelé, és ez egy nagy visszabillenés a karrierbe, amikor a gyereket be kell vállalni, és ez mentálisan megviseli azokat a fiatalokat, akik ekkor vállalják. Tehát minél fiatalabban gyerekként nő fel a gyerekkel, annál egyszerűbb nem visszazökkenni, hanem utána
kezdi a karriert építeni, miután megvan a gyerek. Minél előbb kell a gyerekkel együtt felnőni. Mert mi gyerekként neveltük a gyerekeinket. A lányunk idén lesz 37, a fiunk pedig 31. Számomra a család, úgyhogy ez mindig nagyon fontos volt. Azért úgy látom, hogy ez az ő számukra is fontos. Nyilván teljesen más az ő életük, de... És az értékrendjük? Azért az hasonlít. Én azt gondolom, hasonlít. Hogy amit itt nálunk láttak, az igen. Nyilván ők más milyen életet élnek már, tehát jobban együtt tudják a gyerekeket, tehát nem mondom, hogy ez nem tetszik nekem, de szóval, hogy nekik is fontos, meg úgy érzem, hogy büszkék ránk, hogy már ennyi éve így együtt. És nem csak a gyermekeikre büszke a házaspár, hanem két gyönyörű unokájukra is. Ez a világon a legjobb dolog. Mondták, amikor még nekünk nem volt, hogy ez más. Akkor nem volt rá annyi időm, amikor az én gyermekeim voltak kicsik. Most több időm van rá. Most már fáradtabb vagyok, amikor már ráérek. De azért ez egy más érzés, ez egy olyan életérzés, amit meg kell élni mindenkinek. Elviszi az óvodába, elmegy érte a, nem tudom, az angolra, vagy szóval ilyeneket nem csináltam, akkor a miénk voltak kicsik, nyilván nem volt rá ideje, és szívesen csinálja. Hát én is, amikor csak ugye, hát az egyik gyerekünk, a fiunk nem itthon él, ő Németországban vannak, ez nem jó, de mindegy, nekik jó, szeretnek ott élni. Tehát az a kisebb unokánkkal csak ritkábban találkozunk, de a nagyobbik, a Blanka, hát ővel lesz szerencsére hetente többször, például tegnap este is nálunk aludt, és ez reggel vitte óviba. A család mellett azonban kettesben töltött idő is van. Ilyenkor szívesen lapozgatják azt a fotóalbumot, ami szerelmük legfontosabb pillanatait eleveníti fel. László szerint Marika ma is pontosan ugyanolyan, mint 40 évvel ezelőtt. S nincs is szebb bók, amikor a férfi így dicséri feleségét. Nem változott semmit. Úristen, milyen gyerekek voltunk, tehát, hogy azért csak látszik ez a 40 év. Jó, jó ezeket megnézni. Itt van ez nagyon például, jó. Ez nagyon jó, nekem ez tetszik. Ez rám támaszkodik. Az érzelmes, meghitt pillanatok alatt csak csendben figyeltem őket, olyan kedvesen, megértően, őszintén beszéltek kapcsolatukról. Nagyon hamar el tudjuk sérni magunkat. Én amikor... A gyerekeknek elmentem a farsangjára, mondjuk az oviba, és akkor az a vidámságról szól, de akkor megláttam őket, én akkor is sírtam. A meghitt pillanatok alatt azt is elárulták nekem, hogy 5 évvel ezelőtt házassági évfordulójuk alkalmából gyermekeik meglepetéssel készültek számukra. Marika és Laci Kovács Kata ceremóniamester előtt mondhatták ki 35 év után ismét az igeneket. A fogadalom megújításra egyikük sem számított. Minden évben megünnepeljük a házassági évfordulónkat, de amikor 5-10, szóval ilyen kerekecske, azt családi körben, de ezen a napon volt az unokánknak a keresztelője, ezért nem gondoltunk most házassági évfordulós ünneplésre. És amikor a templom után mentünk az ebéd helyszínére, akkor ahogy mentünk be, körbeállt mindenki. Hát beléptünk, és ott volt egy kis asztalka, mint a házasságkötőteremben, és a Kata. Marika és Laci lánya, Kati keresett meg, illetve a Kati férje keresett meg, hogy van egy ötletük, egy igen rendhagyó ötletük, hogy a Kati szüleinek ugye a 35. házassági évfordulójukra szeretnének egy meglepetésszertartást szervezni, mert olyan nagy a szerelem
a szülők között a mai napig, hogy ők ezt szeretnék megkoronázni ezzel a 35. házassági évfordulón, ezzel a fogadalom megújítással, de teljesen meglepetésben akarják. Ezzel kerestek meg, és hát nyilván örültem a lehetőségnek, nem mindennapi lehetőség van egy szertartásvezető életében, hogy meglepetés szertartáson vesz részt, illetve 35. házassági évfordulón egyben. Itt teljesen titokban zajlott az egész szervezés. Ugye nekem szertartásvezetőként fontos, hogy milyen szöveget mondok, hogy az a szöveg az ifjú párról szóljon. Ugye jelen esetben Marikáról és Lászlóról. Tehát nekem ki kellett faggatnom Katit, a lányukat, hogy mit szeretnek ők, mi az ő közös történetük, hogy ismerkedtek meg. Tehát a 35 évüket el kellett mesélni. Ugye nyilván ő gyerekszemmel tudta ezeket elmesélni nekem, viszont az alapanyagnak tökéletes volt, és én azt, amit ő elmesélt, összefoglaltam. Volt egy lakatszertartás ezen a meglepetés szertartáson, a ceremónia közben, ahol is egy meggravírozott lakatot összelakatoltak, és a kulcsot átadták megőrzésre a gyermekeknek. Nagyon-nagyon megható volt. Főleg az a pillanat emlékezetes számomra, amikor ugye ők úgy érkeztek erre a helyszínre, hogy egy keresztelőnek az ebédjére érkeznek, és mikor beléptek a terembe, ugye megláttak engem nemzeti trikolorban, az anyakönyvvezetői asztal mögött, és hirtelen nem is tudták, hogy mire számíthatnak, hogy hova csöppentek bele, és az a meglepetésem, gyorsan leesett nekik szerintem a történet, és ahogy összeállt ez a kép, hogy mik szerveződtek ő körülöttük, titokban, őértük. Tehát, hogy egy boldogság, a meglepetés, a szeretet, a családi összetartozás, ez mind megjelent az ő arcukon. És természetesen igent mondtak mindketten. Hát ez nem is volt kérdés, ahogy rájuk néztem, meg amiket meséltek róluk. Úgyhogy egy nagyon tökéletes fogadalom megerősítő szertartásban volt részem, ahol ugyanúgy újból felhúzták a gyűrűt, aláírták a megerősítő oklevelet, nyilatkozatot úgymond, elmeséltem az ő közös történetüket, amiben beleszőttem a gyermekek érkezését, akkor még egy unoka volt, az egy unoka érkezését, tehát tényleg az életüket végig kísértem, és utána is, amikor odajöttek hozzám, hogy jó, hát ezt honnan tudtad, ezt a sok információt, és akkor árultuk el, hogy mi is volt a háttérben, és tényleg egy emlékezetes, és azt kívánom minden ifjú párnak, hogy legyen élménye egy hasonlóban, de mindenképpen, ha nem is meglepetés szertartásban, de egy ilyen hosszú házasságban, boldog házasságban. Mint azt Marika és Laci mondja, igazán jó ebben az időutazásban részt venni, amelyben örökké együtt szeretnének kalandozni. Kedves nézőink, én bízom benne, hogy Mária és László története önöket is inspirálta. Én köszönöm önöknek, hogy 12 héten keresztül velünk tartottak, és beköltözhettem az önök nappaliába. Viszontlátásra! A műsorszámot támogatta a műsor házigazdája Kovács Kata ceremónia mester. A műsorszámot támogatta a Beat étterem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.